A helyi horvát tánccsoporton kívül német kulturális együttesek léptek fel a hagyományos Oktoberfest rendezvényen Birjánban, majd Kressz Antal harmonika játékát élvezhette a közönség. A babarci művész zenetörténeti érdekességekkel is készült. A helyi német és horvát önkormányzat jó viszonyának köszönhetően a környéken élő népcsoportok egész évben több közös programot szerveznek. A nemzetiségi lét az forrásszerzés is jelent állami költségvetésből a település számára. Teljesen mindegy, hogy éppen melyik rendezi azt az adott rendezvényt. Az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat ebben a háborúban terhelt világban. Alig a Covid után ránk fér minden ilyen ünneplés, mint amit itt ma Birjánban megélhetünk. A település pályázott és nyert a Magyar Falu Program óvodai játszóudvar közterületi játszóterek fejlesztése alprogramra. A játszóteret hétvégén az Oktoberfest rendezvény keretén belül vehették birtokba a birjáni családok. Kaptak 5 millió forintot, ez az támogatás, amit általában elnyerhet egy település. De mivel ez egy módos település, ezt megtorlották majdnem ennyivel, és egy jóval nagyobb játszóteret csináltak, amit, ahogy a polgármester terveit hallom, egy egész játszóvárossá akar fejleszteni. Van ott mellette még tér, ismerve az ambícióikat, alakulni fog ez tovább őkben is szépen. A kiírás célja, hogy minél több kis településen elérhetővé váljon biztonságos, változatos játékokkal felszerelt játszótér.